Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. Ahogy azt az Instagram sztorikból és a YouTube-ra kirakott posztból is láthattátok, a kínai köztársaságban vagyok, vagyis Tajvanon, aminek fővárosában, Tajpejben minden évben megrendezik a Computex kiállítást, és ez az oka idén is, hogy itt vagyok. A kiállításon bemutatott új kütyükről az elkövetkezendő napokban érkeznek majd a videók, azonban ezt a videót a hazánkban nem kapható mobiloknak, és az egyéb érdekességeknek szánom. Megnéztem többek között a HTC Exodust, az Oppo Reno-t, a Vivo V15-öt és a hazánkban nem kapható Galaxy A mobilokat. A kiposztolt képen láthattatok két érdekes kólát, az egyik málnás volt, a másik pedig kávés. Ezeket Magyarországon nem lehet kapni, és pont ezért vétek lett volna kihagyni őket. A málnás egyébként nagyon-nagyon finom, érezni benne a gyümölcsöt, és ráadásul ez 600 ml-es kiszerelésben kapható. A kávés kóla az viszont az én ízlésemtől nagyon-nagyon messze áll, gyakorlatilag olyan, mintha fogták volna a kávét és a kólát, egybeöntik, és hogyha szerintem ti is összeöntitek otthon, akkor valószínűleg ugyanezt az ízt kapjátok. Annyi biztos, hogy én maradok a normál kávénál. Na de, a kólát csak érdekességképpen akartam megemlíteni, nem ez a videó fő témája, hanem természetesen a mobilok, ráadásul azok, amelyeket Magyarországon nem lehet kapni, sőt még megtapogatni sem lehet, ugyanis vagy az adott típus, vagy maga a márka nem kapható hivatalosan. Tajpejben rengeteg elektronikai üzlet van, és tavalyhoz hasonlóan most is ellátogattunk a Guangguo Digital Plaza-ba, és a Szintrendbe is, előbbinek inkább piaci hangulata van, csomó kütyüt lehet venni, például tavaly itt vettem kb. 30%-kal olcsóban memóriakártyát, a Szintrendben pedig inkább eredeti cuccokat lehet venni, itt hivatalos márkakereskedések és üzletek vannak. A tech-kütyükön kívül lehet venni különböző Marvel-es, DC-s, Star Wars-os vagy Harry Potter-es figurákat, pólókat vagy mindenféle cuccot. Ez egy kockának, ez a tematikus többemeletes bevásárlóközpont maga a Mekka. Na de nézzük a kütyüket. Az első megálló a Szintrendben az ottani Xiaomi Mi Store volt, ahol egyébként folyamatosan hatalmas tömeg hömpölygött. Természetesen ki volt állítva a Mi 9, a Redmi Note 7, a Pocophone és a különböző okos otthonos termékek is. Az érdekességek közé sorolnám ezt az okos lábast, aminek nem igazán jöttem rá az értelmére, de mint megtudtam, ez a Xiaomi Stackpad, ami alatt egy szintén Xiaomi indukciós kerámia főzőlap van. Ezen kívül kirakták a Xiaomi Mi Max 3-at is, amit először fogtam én is a kezemben, és egy kézzel alig bírtam kezelni, hát mégiscsak egy 6,9 hüvelykes eszközről beszélünk. Ez ugyebár kapható otthon is, vagyis hát beszerezhető, de nem tudom még, hogy lesz-e róla valaha is teszt. Ami érdekes, hogy megnéztem a Pocophone tajvani árát, és átszámolva 103 ezer forintba került, tehát innen vásárolva szinte semmivel sem olcsóbb, mint otthon. Ezután egy tajvani szolgáltató üzletébe mentem be, ahol szintén voltak kiállítva mobilok, a Huawei és a Samsung készülékei mellett ott voltak a Vivo és az Oppo mobiljai, ezek ugye Ázsiában nagyon-nagyon népszerű márkák. A kiállított mobilok között volt a Vivo V15 és a V15 Pro, ami egy pop-up kamerás páros. Az én kezembe a sima V15 került, itt hátlapi ujjlenyomatolvasót kapunk, illetve egy Helio P70-es lapka dolgozik benne, a kijelző pedig egy 6,53 hüvelykes IPS panel, ami a Pro-nál kicsit kisebb, és AMOLED. Nem volt igazából nagy élmény használni a telefont a Boomsli biztonsági zár miatt, de legalább láthattam élőben. Ugyanitt megnéztem az Oppo Reno-t is, néhány videót felvettem róla, de továbbállva ugyanezen az emeleten találtam két Oppo márkaboltot is, ráadásul majdnem egymás mellett. Itt már azért könnyebben hozzá lehetett férni a mobilhoz. Az Oppo annyira nem ismert márka Európában, viszont az almárkájuk igen, a OnePlus. Az Oppo Reno egy nem olyan régen bemutatott okostelefon, természetesen ez is teljes kijelzős mobil, az ő érdekessége a cápauszony-szerű, motorikusan kiugró előlapi kamera. A telefon kijelzője egy 6,4 hüvelykes Super AMOLED panel, Snapdragon 710-es proci dolgozik benne, a hátlapján pedig van egy 48 megapixeles főkamera, meg egy mélységkamera, a cápauszony pedig egy 16 megapixeles selfie kamerát rejt. A kamera kinyílási ideje egyébként egyáltalán nem rossz, összehasonlítottam a OnePlus 7 Pro-val, nekem jobban bejön egyébként a cápauszonyos megoldás. Az Oppo Reno egyéb iránt egy nagyon kecses mobil, és sajnálom, hogy hazánkban nem kapható, biztos vagyok benne, hogy nagy siker lenne.
A plázában volt egy Samsung üzlet is, és a plakátok alapján már árulják a Galaxy A70-et és az A80-at is, azonban az üzletben sajnos nem voltak kiállítva, ami nagy kár, ugyanis az A80-ról nagyon-nagyon szerettem volna már egy videót lőni, de úgy néz ki, ez még várat magára. De ha már ott voltam, akkor a kiállított mobilok között megnéztem a Samsung első lyukas kijelzőjű mobilját, a Galaxy A8 S-t, ami így élőben is tökre illeszkedik az A-szériába. Ami meghökkentő volt ennél a mobilnál, hogy AMOLED helyett IPS kijelzővel jelent meg, ami egyébként látszik is rajta, a háttapon viszont ott virít a tripla kamera. Ez a készülék nem jutott el sajnos hazánkba. Ugyanez igaz az idei A-széria néhány tagjára, amelyeket szintén megtapizhattam, ilyen a Galaxy A20 is, amiből csak az E-variáns lesz Magyarországon. Ez a legolcsóbb mobil a felhozatalban 6,4 hüvelykes HD AMOLED kijelzővel bír, Exynos 7884 típusú 8 magos processzor van benne, ami egyébként az A20e-ben is dolgozik, a legfontosabb viszont a 4000 mAh-s aksi, amiből az A20e-nél 1000-et sajnos lecsíptek, bár az méretben is kisebb. Az A20 mellett ott volt az A30 is, ami méretben, kijelzőben és dizájnban is megegyezik vele, bár előlapot tekintve majdnem mindegyik A-szériás mobil ugyanúgy néz ki. Az A30 hardveresen picit erősebb, kamerákban is jobb, illetve kézben fogva kicsit prémiumabbnak tűnt. Ebben is egy igen combos 4000 mAh-s akkumulátor található. Az A40 és az A50 ugyebár van hazánkban, az A60 viszont nem lesz, ami hasonlóan az A8 S-hez szintén egy lyukas kijelzős mobil. Összehasonlítva vele nagyon minimális eltérések vannak, hardwareben gyengébb az A8 S-nél, csak egy Snapdragon 675 található benne, méretben 0,1 hüvelykel kisebb, azonban ez sem kapott AMOLED panelt, ami megint csak érdekes. Az utolsó állomás a HTC márkaboltja volt, ahol megtapizhattam a vállalat blockchain alapú mobilját, az Exodus 1-et. Az árcédulát nem kerestem, de tudomásom szerint ezt a telefont kizárólag kriptovalutáért lehet megvásárolni, pontosan azért, mert ez egyben kriptopénztárca is. A HTC mobilos iparága nem halmozza a sikereket, mondjuk így, valószínűleg ezért is döntöttek úgy, hogy egy teljesen különc mobilt mutatnak be. Hogyha van például kriptopénzed a telefonon és ellopják tőled, akkor van egy úgynevezett social key recover funkció, amivel a kulcs darabjait szétoszthatod néhány barátod között, akik hogyha segítenek, akkor visszaállíthatók az adatok. Specifikációit tekintve egyébként nem rossz az Exodus 1, áttetsző vagy áttetszőnek tűnő hátlapot kapott, Snapdragon 845 dolgozik benne, IP68 szerint vízálló, a kijelző pedig egy 6 hüvelykes Quad HD felbontású panel. A bemutatásakor tavaly októberben 0,15 bitcoinba került, ami akkor $960 jelentett. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon mennyit adhattak el belőle, hát valószínűleg ilyen áron nem sokat, maximum akinek bitcoinja van, nekik viszont valószínűleg nem számít. Nos, ennyit szerettem volna ebben a videóban, remélem, hogy tetszett és láttál te is újdonságokat. Hogyha igen, akkor nyomj egy lájkot, és hogyha nem akarsz lemaradni a Computex-es videóimról, akkor iratkozz fel a csatornámra. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!